Mátyás király és az igazmondó juhász Az igazság szerető Mátyás királynak volt egy juhásza, akit erősen szeretett, mert az sohasem hazudott. Egyszer a burkus király meglátogatta Mátyás királyt, és az asztal fölött Mátyás beszélni kezdett a juhászról, hogy az ilyen meg amolyan becsületes ember, hogy az életében sohasem hazudott, hogy nincs az a kincs, amiért hazugságra lehetne bírni. De már ezt nem hiszem, mondta a burkus király. Nem hiszed? Jól van, hát fogadjunk. Miben? Ha hazugságra bírod a juhászomat, neked adom az országom felét. Ha meg nem bírod hazugságra, te ad nekem az országot felét. Egyszeriben kezet csaptak, s a burkus király leánya, aki szintén ott ült az asztalnál, elütötte a kezüket. Aztán többet nem is beszéltek a juhászról, egyébre jött a beszéd sora. Ettek, ittak, vígan voltak, a juhászra nem is gondoltak hanem mikor az ebédnek vége volt, s a burkus királya szállására ment, nem volt nyugodalma. Mind azon tűnődött, hogy kaparinthatná meg Magyarország felét. Hallotta, hogy van Mátyás királynak egy aranyszőrű báránya, és az is a juhász keze alatt van. Gondolta magában, kimegy a tanyára a juhászhoz. Ígér neki tengerkincset az aranyszőrű bárányért. S ha majd Mátyás király kérdőre fogja a juhást, hogy hova lett a bárány, nem mondja meg az igazat. És akkor övé lesz az ország fele. Felöltözött a burkus király magyar paraszt gúnyába, és kiment a juhászhoz. Köszöntötte illendőképpen: Adjon Isten jó napot, atyafi! Adjon Isten, fölséges uram fogadta a juhász. Hát te, honnét tudod, hogy én király vagyok? Látom én azt a járásáról mondja a juhász. No, jól van, mondta a burkus király. Ha megismertél, hát az sem baj. tudod de miért jöttem hozzád? Tudom, ha felséged megmondja. Azért jöttem hozzád, te juhász, hogy add el nekem ezt az aranyszőrű bárányt, és annyi pénzt adok érte, hogy halálodik, hat lovas hintón jársz. Mondja a juhász. Nem tehetem, felséges uram. Mit mondanék az én királyomnak, ha kérdené, hol az aranyszőrű bárány? Ó, te bolond! Hát azt mondanád, hogy a farkasok elvitték. Azt én nem mondanám, felséges uram, mert én még soha sem hazudtam, s nem is hazudok soha. Ad ide, Juhász, úrrá teszlek. Nem akarok én úr lenni, felséges uram. Hadd maradok az én szegénységemben. Ha felségednek olyan erősen tetszik ez a bárány, vegye meg a királytól, hát ha eladja. Látta a burkus király, hogy itt hiába való minden beszéd. Visszament a szállására nagybúsan, gondolkozott, tűnődött magában, hogy tudná megkeríteni azt a bárányt. Mit gondolt, mit nem? Azt gondolja magában, hogy elküldi a leányát a juhászhoz. Ha tőle megtagadta is, majd nem tagadja meg a leányától. Aki Közben legyen mondva, olyan szép volt, mint égen a csillag. Mondja a leányának, hogy mit gondolt. Jól van, édesapám, elmegyek, megpróbálom. Kimegy a leánya tanyára, vit magával annyi aranyat, amennyit egy ládácskában elbírt. A juhász éppen terelgette anyájat. Oda megy egyenest, s köszönti. Adjon Isten jó estét, szegény legény. Adjon Isten, király kisasszony! Ugyan bizony hol jár itt ilyen késő este? Hely, te szegény legény, ha tudnád, miért jöttem. Nincsen nyugtom, maradásom, mióta az aranyszőrű báránynak hírét hallottam. Nézd csak ezt a ládácskát, tele van színaranyjal. Add nekem a bárányt. Nem adhatom, felséges király kisasszony. Vitt magával a király kisasszony jóféle borokat is. Kínálta a legényt. Igyál, szegény legény ivott a juhászlegény, jó kedve is kerekedett, és a király kisasszony megint szerencsét próbált. Kinyitotta a láda födelét, hadd lássa a fényes aranyokat. – No, lásd, szegény juhászlegény, ez mind a tied, s még kapsz sokkal többet, csak add nekem az aranyszőrű bárányt. – mondta a juhászlegény. – Nem adhatom, felséges király kisasszony. Az aranyas a világ minden kincse, mind hiába való. De ha egyszer megcsókolna, Isten engem úgy segélye, mindjárt magának adnám az aranyszőrű bárányt. A király kisasszony egy kicsit gondolkozott, aztán ő bizony megcsókolta a juhász legényt. No, mondta a király kisasszony, most öld meg a bárányt. Nekem csak az aranygyapjas bőre kell. A húsát edd meg a legényeiddel megöli a juhász a bárányt, lehúzza a bőrét, a király kisasszony kikapja a kezéből, s szalad vele haza nagy örömmel. Hely, örült a borkos király, alig várta a reggelt, ment Mátyás királyhoz, vitte a báránybőrét. bőrét. Ihol itt az aranyszőrű bárány bőre? Most hadd lássuk, vajon megmondja-e a juhász az igazat? Eközben a juhász is fölkelt. Szörnyű búnak eredt szegény feje. Szitta magát, mint a bokrot. Szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Mi csináljon? Ha megtudja, a király felakasztatja. Gondolja magában, bemegy a királyhoz, s kérdés nélkül megmondja a tiszta szent igazságot. Amint megy a pusztán, talál egy ürgejukat. Abba beleszúrja a botját, ráteszi a kalapját, aztán egy kicsit hátrál, s mintha az a bot lett volna Mátyás király szép csöndesen, alázatosan ment feléje, s köszöntötte illendőképpen. Adjon Isten jó reggelt, felséges királyom! Mindjárt válaszolt is magának. Adjon Isten, neked is juhász legény! Mi újság a tanyán? Ott bizony nagy baj van, felséges királyom. Elveszett az aranyszőrű bárány. Nem igaz, kutya teremtette, mert akkor a többi is elveszett volna. Kihúzta az űrgejúkból a botját nagy búsan, s mondta magában. Nem sül el a hazugság, jobb, ha megmondom az igazat. Ment tovább, s megint talált egy űrge lyukat. Abba is beleszúrta a botját, rátette a kalapját, gondolta, hogy ez Mátyás király, és köszöntötte. Szerencsés jó reggelt, felséges királyom! Adjon Isten, juhászlegény! Hát, mi újság a tanyán? Nagy a baj, felséges királyom! Az aranyszőrű bárány beleesett a kútba, s oda döglött. Nem igaz kutya teremtette, mert akkor a többi is beleesett volna. Így nem jó, Dörmögött magában a juhász. Kihúzta botját az ürgejukból, szemére csapta a kalapját, s ballagott nagy búsan Budavára felé. Hanem amint ment, mendegélt, harmadszor is talált egy ürgejukat. Gondolja magában, három az Isten igaza. Harmadszor is beleszúrja a botját és megpróbálja a hazugságot. Adjon Isten jó reggelt, felséges királyom! Hozott Isten juhász legény mi újság a tanyán. Nagy baj van ott, felséges királyom. A farkasok megették az aranyszőrű bárányt. Hazudsz, ilyen-olyan teremtette, mert akkor a többit is megették volna. Ej, hey, uram teremtőm, mit csináljon? A harmadik hazugság sem sült el. Isten neki megmondja az igazat, s ahogy erre határozta magát, valami olyan furcsa dolog jutott az eszébe, hogy egyszerűen nagyot kacagott. Most már nem búsult, felvidult az arca, félre csapta árvalányhajas kalapját, s úgy ment fel Budavárba, nagy hegykén a király színe elé. Mátyás király éppen az asztalnál ült, ott ült a burkus király is, ott ült a burkus király leánya is. Már előre örült a burkus király, hogy övé lesz az ország fele, mert a juhász bizonyosan nagyot hazudik. Köszön a juhász! Adjon Isten jó reggelt felséges királyom! kigyelmednek is burkus király ő felsége, s szép király kisasszony. Hozott Isten jó legény. Mi újság a tanyán? Ott bizony nincs egyéb felséges királyom, csak az aranyszőrű bárányt elcseréltem egy fekete bárányért. Miféle fekete bárányért? Hely, felséges királyom, szebb az a bárány az aranyszőrűnél. Olyan szép, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Hát hol az a bárány? Hozd be! Nem kell azt behozni, felséges királyom, ott ül az asztalnál. S rámutatott a burkus király kisasszonyra. Nagyot kiáltott örömében Mátyás király. Jól van, fiam, csak hogy az igazat mondtad. Legyen a tiéd, amit nyertem igaz szabadért. Mit volt mit tenni a burkus királynak? Az országa felét elnyerte Mátyás király, oda kellett, hogy adja. Mátyás király meg a juhásznak adta. De ha már az ország fele a juhászé, hadd legyen övé a leánya is. Bezzeg a király kisasszony egy szikrát sem húzódozott a juhász legénytől. Ott helyben papot hívtak, nagy lakodalmat laktak. Így volt, vége volt, mese volt.